Sziasztok, én Keresztes Balázs vagyok, ez pedig a Négy Fal Között online olvasókör. Annak is egy külön adása, mert most kivételesen nem otthon, hanem, hát ha felismertétek, a Három Szerb Kávéházban vagyok. És amikor legutóbb innen jelentkeztem be, azt hiszem januárban, akkor annak az volt az apropója, hogy meghirdessem és elindítsam a Négy Falon Túl olvasókört, azt az offline olvasókört, azt a személyes olvasókört, amelyet itt tartottunk 6 hónapon keresztül a kávéházban, és aminek az volt a lényege, hogy a jelentkezőkkel együtt 6 hónapon keresztül havi egy híres világirodalmi klasszikust olvasunk el és beszélünk át, itt személyesen a Három Szerben. És hogyha valaki követte az olvasókörnek a különböző felületeit, legyen az a YouTube, a Facebook vagy az Insta, az láthatta, hogy ez a projekt nem csak megvalósult, hanem elég sikeresen valósult meg, mert két csoport is összejött végül a jelentkezőkből, és velük hát becsülettel végig is rágtuk magunkat a 6 világirodalmi klasszikuson, és hát januártól júniusig olyan híres regényeket olvastunk végig, mint a Nagy Gatsby, a Zabhegyező, a Skarlátbetű, az 1984, a Per Kafkától, vagy a Mrs. Dalloway Virginia Woolf-tól. Ha követitek az olvasókörnek a különböző felületeit, akkor láthattátok azt az egy-két ömlengős posztot, amit azóta írtam, hogy az olvasókör lezárult júniusban. És hát ezekben megpróbáltam összefoglalni, hogy mi is volt ez az olvasókör, mi volt ez a kísérleti projekt, amit itt a Három Szerben megpróbáltunk összehozni, és hát összességében mit jelentett számomra ez az egész. És hát nem akarok most nagy szavakat mondani, de nekem van egy erős gyanúm, és ezt talán a résztvevőknek a visszaigazolása is megerősítik, hogy itt a Három Szerben nekünk valami olyasmit sikerült összehoznunk, egy olyan olvasókört, egy olyan közösséget, egy olyan olvasási és beszélgetési, nem tudom, módot, amely nem biztos, hogy máshol elérhető. Na most ahelyett, hogy a saját projektemet dicsérném fel, megosztok inkább majd néhányat ezekből a résztvevői visszajelzésekből, de azt gondolom, hogy összességében az mindannyiunk számára egy közös pont, vagy ami az olvasókörnek az egyik legfontosabb tulajdonsága volt mindannyiunk számára, és az, ami miatt a legjobban élveztük ezt az egészet, és ami valahogy minden visszajelzésben visszaköszönt, az az volt, hogy egy olyan olvasókört hoztunk létre, egy olyan csapat gyűlt össze mind a két párhuzamos társaságban, ahol főképp az irodalommal nem szakmai szemmel foglalkozó emberek gyűltek össze, mert volt itt az állatorvostól a jogászon át, a jogaoktatóig mindenki, és ennek ellenére sikerült úgy beszélgetnünk a választott könyvekről, hogy nem csak mindenki hozzá tudott szólni, és nem csak találtunk egy közös nyelvet, hanem azt gondolom, vagy talán azt ki is mondhatom, hogy mindezek ellenére, hogy megtaláltuk a közös nyelvet, ez nem volt ettől függetlenül egy nagyon tartalmatlan vagy szakmaiatlan beszélgetés. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sok olyan beszélgetésünk volt, annak ellenére, hogy életkor nem és szakma szempontjából nagyon vegyes társaság gyűlt össze, tartalmában a beszélgetések nagyon sokszor voltak olyanok, mint amilyenekhez én a bölcsészkaron az egyetemen szoktam hozzá. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb siker, amit a Négy Fal Között olvasókörrel, vagy ez az egész YouTube projekttel eddig el tudtam érni, mert amikor elkezdtem a videózást, akkor is az lebegett a szemem előtt, vagy az volt a legnagyobb cél, kérdés, hogy tudok-e az emberekhez úgy szólni, vagy tudok-e úgy beszélni az irodalomról, akár laikusoknak, akár olyanoknak is adott esetben, akik előtte nem szerettek olvasni, hogy nem csak az olvasáshoz hozom meg a kedvüket, de akár tudok beszélni az adott könyvekről, magáról az irodalomról is úgy, hogy abból érdemben tanuljanak is valamit. És ami a YouTube-on egyáltalán nem érzékelődik, hogy ez eljut emberekhez, mert persze vannak kommentek, meg ilyesmik, de ez azért elég távoli. Az itt ebben az olvasókörben tényleg közvetlenül visszaigazolódott, vagy tényleg ebben a közösségben láttam azt, hogy az irodalomnak, a közös olvasásnak, a nagy klasszikusokról való beszélgetésnek
Hát most nem csak keletje van, nem csak közönsége van, nem csak igény van rá, hanem hát összességében ezt az egészet nagyon jó csinálni, és van az egészben valami nagyon emberi. Én mondtam, hogy ömlengős lesz. És akkor a lényeg, vagy legalábbis a videónak a közérdekű része, az az, hogy a résztvevőkkel megegyeztünk abban, hogy az, amit elkezdtünk, azt kár lenne abba hagyni 6 hónap után. Úgyhogy az olvasókör, ami januártól júniusig tartott, és most 2 hónapos nyári szünetet tart, a szeptembertől folytatódik. Úgyhogy bárki, aki eddig követte a projektet, vagy csak most találkozik vele, annak itt a lehetőség, hogy jelentkezzen. Ami még nagyon fontos, hogy az alapstruktúra az nem változik, mert abban maradtunk, hogy ami működik, azt kár lenne elrontani. Úgyhogy megint egy 6 hónapos időszakot jelöltünk ki. Magyarul az olvasókör elindul szeptemberben, és februárig fog tartani. Ez megint 6 hónapot jelent, megint 6 könyvet, és megint havi egy találkozást itt a háromszerben. Maradunk a keddeknél is. Ez azt jelenti, hogy minden alkalomra keddesténként fog sor kerülni. Minden kedden 7-kor találkozunk itt, és az alkalmak hát mindig a beszédtémától függően húzódnak el, de úgy nagy átlagban 2-2,5 órán keresztül tartanak. Nem változik a jelentkezés menete és a jelentkezésnek a feltételei sem. Ez azt jelenti, hogy ugye az olvasókör 6 hónapon keresztül tart, minden hónapban olvasunk egy regényt, hogyha valaki csak egy alkalomra jönne el, mert benézne, mert csak az a regény érdekli, mert amúgy nem tudja megoldani, hogy mindegyiken itt legyen, akkor minden további nélkül tud jelentkezni egy-egy adott alkalomra is. De az előző fél évnek valójában az volt a tapasztalata, hogy ez az olvasókör akkor működik igazán, hogyha azok jönnek össze, akik bérletet vesznek az egész fél évre, mert igazából hát a bérlet valamennyire köti is őket, meg azt láttam, hogy így kovácsolódik össze igazán egy olyan olvasókör, egy olyan közösség, akik hónapról hónapra találkoznak, már megismerik egymást, összebarátkoznak, és valahogy a beszélgetések is sokkal kötetlenebbek, és hát ebből kifolyólag tartalmasabbak is lesznek. Magyarul lehet venni jegyet egy alkalomra, két alkalomra, három alkalomra, kinek melyik tetszik, és ugyanúgy lehet bérletet venni az egész fél évre, ahol értelemszerűen az egy-egy alkalmaknak az ára így kedvezményesebb. És akkor jön a videónak az a része, amit mindenki a legjobban vár, vagyis a könyvlista. Most szerintem erre a fél évre is sikerült egy nagyon jó listát összeállítani. Ezzel kapcsolatban viszont csak annyi, hogy ezt a listát közösen állítottuk össze az olvasókörnek azokkal a résztvevőivel, akik eddig jártak. Ez úgy nézett ki, hogy kaptak tőlem egy, hát nem tudom, 20-30 könyvből álló listát, és ők szavazták meg azt a 6-ot, amelyet olvasni fogunk szeptembertől februárig. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a felelősséget csak részben vállalom ezért a listáért. Az első könyv, amivel indítjuk a sort szeptemberben, az nem más, mint a Szerelem a kolera idején Gabriel García Márqueztől. Nem hiszem, hogy ezt a könyvet nagyon be kéne mutatni, vagy egyáltalán García Márquezt, aki az egyik legnépszerűbb világirodalmi szerző Magyarországon. Mi a mágikus realizmus olvasókörben online már olvastuk a 100 év magányt most júliusban, és ez az egyik legjobb alkalmunk volt. Úgyhogy hát ez is igazolja, hogy Márquezt olvasni mindig öröm, mindig egy nagy élmény, és hát reméljük, hogy szeptemberben még kitart valamennyire a nyár, még valamennyire jó idő lesz, és ahhoz szerintem nagyon fog passzolni a Szerelem a kolera idején, úgyhogy hát erősen indítunk. A második alkalom olvasmánya októberben talán még egy ennél is nagyobb közönségkedvenc, ami pedig nem más, mint Kunderától a Lét elviselhetetlen könnyűsége. Prágai tavasz, 68, füllett, kelet-európai diktatórikus atmoszféra, kelet-európai humor és abszurd, és nagyon sok szex, úgyhogy októberben Kundera. Novemberben egy nagy 19. századi klasszikust olvasunk, egy nagy orosz klasszikust, ráadásul egy olyan szerzőtől, akinek épp novemberben lesz a születésnapja, és hát ez nem más, mint a Bűn és bűnhődés Dosztojevszkitől. Ők kérték, elég lehangoló novemberünk lesz, de az biztos, hogy a Bűn és bűnhődés
az irodalomtörténet egyik legnagyobb remek műve, és hogyha van valami, amit nem csak hogy muszáj elolvasni, és muszáj újraolvasni azoknak, akik szeretnek olvasni, de ha van olyan könyv, amelyről érdemes beszélgetni, és szerintem egy nagyon jót lehet beszélgetni, az pont a Bűn és bűnhődés, úgyhogy novemberben ez lesz a menün. Karácsony előtt Dosztojevszkit olvasni elég hardcore lenne, azért azt valljuk be, úgyhogy a decemberi alkalomra egy olyan könyvet tettem be, amely szintén egy nagy közönség kedvenc, de talán a legkevésbé borús és a legkevésbé lehangoló, és ez nem más, mint a Ne bántsátok a fekete rigót Harper Lee-től, egy nagy amerikai klasszikus, tele nagy társadalmi kérdésekkel, talán kevésbé irodalomtörténetileg fontos, viszont társadalmilag, vagy ilyen társadalomtörténetileg egy nagyon fontos olvasmány, nagyon fontos az amerikai kultúra megértéséhez, meg hát tényleg egy olyan könyv, ami, hogyha rajta szokott lenni, ha vannak könyvek, amelyek rajta szoktak lenni, a 100 könyv, amelyet el kell olvasnod egyszer listákon, azok között a Fekete Rigó az biztos, hogy az elsők között szerepel, nagyon sokan szeretik, nagyon jó belőle a film is, úgyhogy ezzel fogjuk tölteni a decembert. Januárban visszamegyünk a 19. századba, méghozzá az angolokhoz, és egy olyan nagy klasszikust fogunk olvasni, amit az emberek többsége vagy szeret, vagy utál, igazából nem nagyon szokott köztes lenni, és ez a könyv a 19. század egyik legromantikusabb, legszenvedélyesebb, és az egyik legbetegebb szerelmes története, ez pedig nem más, mint az Üvöltő szelek Emily Brontétól. Ezt szavazták meg az olvasóköröseim. Ez is egy nagy közönség kedvenc, ami a 19. századi klasszikusokat illeti, és hát egy olyan zimankós, borús, hideg regény, amely tökéletesen passzolni fog a januári hangulathoz, úgyhogy készüljetek fel. Ha valamennyire ismeritek az eddig elhangzott címeket, és végigtekintetek az eddigi menün, akkor látjátok, hogy a következő évadra sikerült nagyon sötét, nagyon borús, nagyon depresszív könyveket összeválogatni. Ilyen a demokrácia. De hát a cseresznye a torta tetején, az utolsó könyvünk, az a könyv, amivel februárban zárjuk, az még meg is fejeli az egészet, mert ez nem más, mint az Üvegbúra Sylvia Plath-tól. Hát egyrészt én is egy nagy adósságomat fogom törleszteni, mert ezt a könyvet én eddig még nem olvastam. Másrészt a könyvről talán elsőre elég annyit elmondani, hogy a szerző nem sokkal a megírása után öngyilkosságot követett el, úgyhogy jó lesz. Viszont, ami viszont egy pozitívum, hogy teljesen véletlenszerűen úgy alakult a tematika, hogy nagyon, nagyon színes a skála, ahonnan a könyveket összeválogattuk, mert azért az előző fél évben főleg angol száz klasszikusok voltak, főleg angolok meg amerikaiak, túlnyomó többségben. Talán a Per volt az egyetlen kivétel Kafkától, de amúgy főleg angol meg amerikai könyveket olvastunk. És most azért nagyon színes, ugye itt van a kolumbiai García Márquez, itt van a cseh Kundera, itt van az orosz Dosztojevszki, vannak könyvek a 19. századból, vannak 20. századiak, angol-amerikai, és ami egy nagy pozitívum, hogy teljesen véletlenül úgy alakult, hogy még az előző fél évben egyedül a Virginia Woolf volt, aki női szerző volt a tematikában, most úgy alakult a szavazás alapján a tematika, hogy három férfi és három nő szerzőnk van, ami teljesen ideális. Úgyhogy ez a menü. Szerintem kilóra több, mint az előző fél év, de színvonalra is hasonló, vagy legalábbis tartjuk azt a színvonalat, amit az előző fél évben én nagyon vaskalaposan állítottam össze, és most a szavazás is úgy hozta, hogy nagyon erős címek, nagyon erős olvasmányokból áll össze a fél évünk. Egy nagy kaland lesz ezeket végigolvasni, úgyhogy bárki, aki ezek közül
valamelyikkel eddig kacérkodott, vagy valamelyiket el szerette volna olvasni, vagy nagyon régen olvasta és újraolvasná, ezek közül bőven van nekem is ilyen, annak ez most egy nagyon ideális alkalom lesz arra, hogy újra belevágjon, és velünk együtt végigolvassa, végigrágja, és végigbeszélje ezeket a könyveket. Ez lesz tehát az őszi-téli program. Ez a Négy falon túl olvasókörnek az ajánlata, ez az a menü, amit összeállítottunk az eddigi résztvevőkkel, és amit meghirdetünk, és amelyre nagy szeretettel várunk mindenkit, aki újonnan csatlakozna. Szerintem egy nagyon izgalmas fél év elé nézzünk. Az előző fél évben tényleg nagyon sok meglepetés volt azoknak is, akik eddig nem olvasták ezeket a könyveket, vagy esetleg olvasták, de teljesen más volt eddig róluk a véleménye. Úgyhogy ez is egy nagy kaland lesz. Annyit mondanék gyorsan a végére, hogy ha valakinek nem teljesen tiszta, hogy áll össze az, hogy vannak régi résztvevők, meg régi tagok, és nyitva áll az egész az új jelentkezők előtt, az, hogy mivel az előző fél évben úgy jött össze az olvasókör, hogy két párhuzamos csoport volt, két párhuzamos alkalmon találkoztam két teljesen különálló csapattal, ezért most is már optimistán úgy hirdettük meg az olvasókört, hogy két időpontja lesz az olvasókörnek. Mind a kettő kedden lesz, de eltérő heteken. És nagyon valószínű, hogy az első csapatnyi ember, ami azokból fog összeállni, akik eddig is jártak, vagyis a veteránokból, vagy törzstagokból, az szinte már be is telt. Úgyhogy ezt azért mondom, hogy mindenki, aki most először találkozik az olvasókörrel, vagy most először kacérkodik a gondolata, hogy csatlakozna, hogy hát érdemes elég gyorsan leadni a jelentkezést, mert azért az első találkozóig azért még egy bő hónap van, több mint egy hónap van hátra, de szerintem maga a jelentkezés az elég gyorsan le fog zárulni, mert annak ellenére, hogy két csapattal fogunk indulni, abban az első gyakorlatilag már össze is állt. Úgyhogy igyekszem majd megoldani, hogy mindenki beférjen valahogy, vagy valahogy megoldjuk a logisztikát, de azt tudom mondani, hogy érdemes minél hamarabb jönni, vagy minél hamarabb jelentkezni, ha szeretnétek csatlakozni, mert el fognak fogyni a helyek. Minden hivatalos info a jelentkezés menetétől, a pontos dátumokig, a kávéháznak a címétől, egészen a regényeknek a listájáig, minden megtalálható a videónak a leírásában, illetve van egy Facebook esemény is, ahol vissza tudjátok jelezni, hogyha érdekelt titeket az olvasókör. Ez inkább a terjesztés miatt fontos, úgyhogy megköszönöm, hogyha bárki visszajelzi Facebookon, de maga a jelentkezés az egy űrlapnak a kitöltésével, egy online űrlapnak a kitöltésével válik hivatalossá. Ezt is megtaláljátok a videónak a leírásában, de ez a link ugyanúgy megvan a Facebook eseményben is, úgyhogy szerintem nem lehet eltéveszteni, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van az olvasókörrel, vagy bármivel kapcsolatban, az írjon nekem nyugodtan, az e-mail címem ugyanúgy benne van a leírásban. Egy kínos téma van még, amit próbáltam elkerülni, de akarok róla pár szót mondani. Mégpedig az, hogy vannak bőven elmaradásaim. Amikor elindítottuk az olvasókört januárban, akkor azt ígértem, hogy az egyes könyvekről, amelyeket mi itt helyben megbeszélünk személyesen, mindegyikről lesz egy-egy videó a csatornán, és hát, hogyha bárki követte, akkor azt tudja, hogy ez az egy dolog, ami nem valósult meg. Na most, már óvatos vagyok az ígéretekkel, meg a tervezgetéssel, de ez egy olyan dolog, amiről nem mondtam le, úgyhogy igyekszem megcsinálni ezeket a videókat a Nagy Gatsby-től a Mrs. Dalloway-ig. Az, hogy ezekről a könyvekről, amelyeket most a második évadban veszünk, milyen formában kerül fel videó vagy bármilyen tartalom a csatornára, arra most nem szeretnék semmit mondani, meg nem is merek ígérni semmit, mert elképzelésem sincs, hogy fog beleférni. De valamilyen formában igyekszem követni azt, ami itt történik, és valamilyen formában, valamilyen párhuzamos formában erről készíteni valamilyen videós tartalmat is a csatornára,
hogy ez se halljon be, itt a csatornának az online közössége se szenvedjen kárt abból, hogy bármennyire is szeretem, az időm és az energiám nagy részét leköti ez a személyes olvasókör, de megpróbálom valahogy összehangolni a kettőt. Ami pedig a négy falon túl olvasókört illeti, azt az olvasókört, amit itt személyesen tartottunk a három szerb kávéházban, azt kell mondjam, hogy a YouTube-on túl is érdemesebb bejelentkezni, és érdemes eljönni ide hozzánk személyesen, mert ennek az olvasókörnek tényleg egy rejtett tartaléka, hogy megadatott nekünk az, hogy itt tudunk személyesen találkozni és beszélgetni az egyes könyvekről, és ez a kávéház tényleg egy olyan hangulatos hely, amelynél jobbat elképzelni arra, hogy ezekről a könyvekről személyesen itt beszélgessünk, nem is nagyon tudok. És nem csak azért, mert nagyon szuperek a belső terei, hanem azért is, mert van egy belső udvara, amelybe a téli időszakon túl már ki tudtunk jönni ide nyáron, és ebbe a helybe én teljesen beleszerelmesedtem, úgyhogy itt várok szeretettel mindenkit szeptembertől. Érdemes jelentkezni, ne maradjatok le róla, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan. Sziasztok!